A Turay Ida Színház Pakson teltház előtt mutatta be Döglött aknák című darabját. A színmű két kórházi beteg egymással vívott szabályok nélküli harcát szemlélteti. A Cseke Péter rendezésével előadott komédiában a két főszerepet Újlaki Dénes és Koncz Gábor játszotta. A két felvonásos komédián a nagy érdemű igen jól szórakozott. A Turay Ida Színház bemutatta Pakson a Döglött aknák című komédiáját. A darabban Újlaki Dénes játssza Pált, az egyik főszereplőt. Ez egy nagyon érdekes figura, én magam is átéltem ezt a problematikát az 50-es években, amikor is az akkori kommunista vezetés az túlexponált tagjait egyszerűen félreállította. Én egy ilyen embert játszom, aki ebbe belebolondul, és bekerül egy kórházba, ahol egy reakciós emberrel kerül össze. A másik főszereplőt, Morjenőt, Koncz Gábor alakítja. És ő is idegössze roppanásra fekszik bent a kórházba, és kiderül egy történet kettőkről, hogy valami összefűzi őket, az egyik akar egy lángossütői iparengedélyt, a másikat pedig oda tették egy komolyabb pozícióból az iparengedélyekhez, és nem adott neki iparengedélyt, és most így egy ilyen őrületes tragikomédiával kitolnak egymással a darab folyamán végig, ami nagyon nevetséges és néha sírnivaló. Nem cigány? Pálenztárs, ide kerültünk. Sajnos Pálenztárs kérését nem áll módonban. Morjenő fiát, Bélát, a Barátok közből ismert Kis Zoltán játsza. Ez egy szerencsétlen fiú igazából, ugye azt mondja a papa róla, hogy egy mamlasz a Béla, akit aztán azt gondolom, hogy aztán szépen folyamatosan a primadonna, akit elcsábít, illetve akivel összejön a darabsa folyamán, ez meg kiderül, az kikupál. Tehát egy tulajdonképpen egy személyiségfejlődésen megy keresztül, és egy ilyen kicsit szerencsétlen figurából egy tulajdonképpen egy aránynak talpra esett, jól menő mérnökké növi ki magát. Mi is Béla szerepe a darabban? Igazából a kulcsfontosságú dolog, ugye, hogy a fiatal pár köti össze a két idős embert. Ugye, tehát ez a darabnak a lényege, hogy amik ők összejönnek, ugye, a reakciós és a totál balosnak a szeretője és a reakciósnak a fia jönnek a végén össze, és tulajdonképpen így hozzák össze ezt az egész elég furcsa helyzetet, amiben aztán ugye, a végére megöregednek tulajdonképpen az idősek. Hát ezen kívül pedig egy Unterman szerep, de egy nagyon jó Unterman szerep. Tehát ugye igazából itt a két vezető szerep, amit az Újlaki Dénes és a Koncz Gábor játszik, és hát nekünk két nagyon-nagyon jó segítő szerepünk van. Tehát azt gondolom, hogy a fiú és a lány is tulajdonképpen ezt a két szereplőt segíti, és ennek a két szereplő poénjainak, és tehát ha így a színházi részét dolgok, akkor ennek ágyaz meg. Az egész darab egy kiemelt kórház külön szobájában játszódik. Mor felismeri Pálban azt a tanácsi illetékest, aki elutasította az ő lángos sütő ipari engedély iránti kérelmét. Pál viszont azt állítja, hogy mint katonaszökevényt 1945. januárjában Mor adta át őt a nyilasok kezére, ahonnan csodával határos módon menekült meg. A kiéhezett ellenfelek egymásnak ugranak. A viadal szabadfogású, szabályok nincsenek. Éppen rájuk gondolva mondom ezt. Mit tudnának ők egymás előtt mondani nekünk? Ráadásul nekünk is nagyon kínos lenne. Én még akkor kisgyerek voltam. Elég szomorú, mert én meg már nagy gyerek. A társulat próbái és előadásai mindig jó hangulatban telnek. Nagyon kellemes volt az első pillanattól kezdve. Mihez hasonlítsam? Nekem olyan volt, mint a szabadon választott korcsolya kűr a korcsolyásoknak, amikor azt csinálhatok, amit akarok, szabadon engedhettem a fantáziámat, nyugodtan dolgozhattunk, rengeteget röhögtünk, meg kell mondanom, a Gabival, akit imádok, mert egy tüneményes kollega, és
És hát tényleg már ott a próbákon próbáltunk kitologatni egymással kicsit a prókat, de azért nagyon vigyáztunk, hogy az ízlés határait ennél lépjük túl. Az egyik előadáson megtörtént az, hogy a Dini elaludt, mert ugye nagyon sokáig vannak az ágyban. És nekünk is van egy jelenetünk, ami alatt ők végigben vannak, és a Dini egy kicsit elszenderedett, és próbálgattuk fölébreszteni. De ez tulajdonképpen ez nem a próbákon alakult. Bár a próbán is volt, azt hiszem egyszer, amikor elpillettek valamelyikük, nem is tudom, hogy kicsoda. Mi is a darab üzenete? Én nekem, ami így hirtelen eszembe jut most, ahogy így elsőre kérdezted, az a mondat jut eszembe, hogy a legnagyobb baj az összes betegségnek, mi emberek vagyunk, és hogy egymást tesszük tönkre. Figyelmünk kéne egymásra embereknek, mindenkinek, akármilyen nézet és akármilyen gondolatokkal bír, akkor is tolerálnunk kéne a másikat, és egyre jobban odafigyelni és törődni a másikkal.